Következő kísérletünkben megvizsgáljuk a vas viselkedését redoxi folyamatokban, rézszulfát oldatban, illetve a réznek a viselkedését vasszulfát oldatban. Ehhez előkészítettem a rézszulfát és a vasszulfát oldatot, egy vasszöget, amit előzőleg csiszoló papír segítségével a rozsdát és a felületi oxidrédeket eltávolítottuk, illetve egy rézlemezt. Mindkét tárgyat behelyezzük az oldatokban, és meglátjuk, hogy mi fog történni. Amit tapasztaltunk, az, hogy a vas felületére vörös bevonat képződött, ezzel szemben a rész felületén nem történt változás. A tapasztaltaknak a magyarázata, hogy a rézionok az oldatból a vas felületére vándoroltak, a vas pedig az oldatba vándorolt. A vas, mivel negatívabb a standard potenciálja a rézhez viszonyítva, tehát kisebb, ezért oxidációs folyamatban vesz részt és redukáló szerként viselkedik. Ez a kísérlet bizonyítja, hogy a redoxi reakcióknak az iránya attól függ, hogy a fémeknek a standard potenciáljuk milyen egymáshoz viszonyítva. Ha valamelyiknek kisebb, akkor az mindig oxidációs folyamatban vesz részt, és az oldatban vándorol, és az oldatban lévő rézion pedig a fém felületére vándorol. Ez a reakció mindig meg fog történni, míg a másik reakció, ahol a pozitívabb standard potenciálú fém kellene az oldatba vándorolnia, ez nem fog megtörténni.